A kieséstől menekülő Hódmezővásárhelyi csapatot fogadta hétvégén a Várfürdő Gyulai Termál FC. A kékfehér hazaiak az MB3 középcsoportjában az utolsó három mérkőzésüket pontszerzéssel zárták, míg a vendégek háromszor is pont nélkül távoztak. A negyedik percben Maravis Zdravko szabadrugását kellett hárítani a harmadnak. Később Tóth Attila szabadrugását Ferenci fejjel mentette a vendégek elől. A 22. minutumban nagy szabadrugását Bordás tolta a kapu fölé. A második félidőben mindkét együttes magasabb fokozatra kapcsolt. Az 50. percben Kovács két védőt maga mögött hagyva a kapu elé ívelte a labdát, ami Tóth Józsefről a középen érkező Balog elé gurult, aki bevette a vendégkaput. A 60. percben Lazinca Denis, a másik oldalon pedig Okos hagyta ki helyzetét. Nem sokkal később már érezhető volt a feszültség a pályán. Elsőnek Balog akaszkodott össze Márkovics Szlobodánnal, majd 5 perccel később Lazinca Denis szabálytalansága után lett feszült a hangulat a két együttes között. A későbbiekben a Hódmezővásárhelyi csapat mindent megtett annak érdekében, hogy közelebb kerüljön a hazai kapuhoz, de a gyulaiak higgadtan védekeztek. A 85. percben Nagy Csecnek passzolt, majd a középen érkező Okos lövése Bordás lábán megakadt. A mérkőzés utolsó perceiben a vendégcsapat játékosai mindent kockára téve gyülekeztek Harman kapuja előtt. Távoli passzokkal próbálkoztak, de sikertelenül. Várfürdő Gyulai Termál FC, Hódmezővásárhelyi FC 1-0. Egy nagyon motivált, pörgős Hódmezővásárhelyjel találkoztunk ma. Mérkőzés elején nagy nyomás alatt voltunk, aztán úgy kiegyenlítődött a dolog, és tulajdonképpen ez döntött, hogy melyik az a csapat, aki egy helyzetet gólra tud váltani, és ugye itt a végén már hál' Istennek ezeket az íveléseket, ami egy tipikus mérkőzés végi játék a hátrányban lévő csapatoknál, ezt tudtuk kezelni, úgyhogy nagyon örülünk, megvan, hál' Istennek, úgyhogy lépünk tovább. Bódi Attila, a vendégcsapat vezetőedzője a mérkőzés végén elmondta, a hazai csapatot morálisan erős együttesnek tartja. Nálunk jelen pillanatban morális problémák vannak, erős a csapat, úgy érzem, de most már ez a harmadik egy gólos vereségünk egy húzamba, egy szabad nappal kispékelve. Most már a negyedik vagy ötödik idegenbeli meccsünk, és még következik 5 vagy 6. Nagyon nehéz sorozatban vagyunk. Tehát fejbe kell változnunk. A Termál következő ellenfele ismét hazai pályán a Paksi FC második csapata lesz.